Kovács Adél és Szervét Tibor a tavalyi Vidor Fesztiválon a Beszélő Fejek című előadásban. A két színésszel az idei rendezvényen is találkozhatnak a színház kedvelők, de rajtuk kívül látható majd a Móri Zsigmond Színház színpadán többek között Tordai Teri, Eszenyi Enikő, Fűr Anikó, Pogány Judit, Börcsök Enikő, Kern András, Gáspár Sándor, Eperjes Károly, Csányi Sándor, Gálfi László és Csúlya Imre is. A 10. Vidor Fesztiválon a korábbi években megszokottnál több előadásra válthatnak jegyet a színház kedvelők. Az idei nagy rendezvény újdonsága, hogy az eddigi 14 helyett 16 színházi előadást láthat a közönség. Az előadásokra még kaphatók jegyek. A Vidor jegyeket augusztus 6-ával kezdtük el árulni. Nagyon nagy volt az érdeklődés, az első látogatónk hajnal 2-kor állt sorba. Első nap már voltak olyan előadások, amikre elfogytak a jegyeink, de korlátozott számban még a mai napig is tudunk adni a látogatóknak jegyet. Augusztus 26-án pénteken Pintér Béla és társulata áll először a Vidor Fesztivál közönsége elé a Tündöklő középszer című darabbal, de a 9 nap alatt látható a János király, a Fajok eredete, a Coriolanus, a Tévedések vígjátéka, az Öldöklés istene, az Erdő, a Romantikus komédia, a Frankie és Johnny, a Szent Iván éjjel álom, az Ovi Brother, a Főfőnök, a Vacsora négyesben, a Golden Dragon, a Paravarieté és a Dolce Javita. A nagyszínpadi előadásokra a legolcsóbb jegy 2400, a legdrágább pedig 4800 forint, a Krúdi Kamarába pedig 2100 és 3300 forint.